Ugye benn voltunk most a bankba, és intéztünk egy ügyet, egy panaszt adtunk be. Annának nem válaszolt a bank korábban a panaszos levelére, vagy legalábbis butaságokat, és most konkrétan feltettük a kérdéseinket, tehát ezzel tudtuk egymást segíteni. Volt egy kisebb fajta balhé, tehát kitalálták azt, hogy egy emberrel maximum 3 kísérő mehet be. Ezt ügyesen megoldottuk, mert először bementünk, majd egyre többen lettünk. Mondjuk azt, hogy ilyen apró kis dulakodás is kialakult a bankban, amikor a biztonsági őr ott kitalálta meg a fiókvezető, hogy de hát akkor már többen vagyunk, mint 3, és én mondtam neki, ugyanúgy, mint az előző alkalommal, azt mutassa végre meg, hogy milyen jogszabály szabályozza ezt, hogy maximum 3 ember mehet be. Azt mondta, hogy ő utasításba kapta, én mondtam, hogy mutassa meg, ki adta ezt az utasítást, és milyen jogszabályra, nem tudtak erre válaszolni. Tehát gyakorlatilag bármennyi ember bemehet a bankba ügyet intézni, egy ügyet is akár, ezt nem szabályozhatják le, ez jól látszik, hiszen nagyon hevesen tárgyal a fiókvezető a rendőrökkel, akik benn vannak, és mégsem tudja elérni azt, amit szeretne. Tehát ez azt mutatja, hogy a bankokban mi vagyunk az urak, a nép az úr, ezt próbálja már végre mindenki megérteni, hogy nehogy már a bankok megmondják azt, hogy hányan behetünk be, mit kérdezhetünk, vagy egyáltalán, hogy milyen törvényeink vannak. Mert azt mondták, hogy csak mert ők ilyen rendeletet hoztak. Mi az, hogy hoznak egy rendeletet? Ugyanígy csinálják a szerződésekkel, csak azért annyi a kamat, mert ők így döntöttek, azért kell ennyit fizetnünk, mert így döntöttek. Hát ezt fogjuk már végre fel, emberek, hogy nem ezen múlik. Nem azon múlik, hogy a bank mit mond, hanem határozottan oda kell állni, és most Flórát, akit az előbb kiküldtek, most be fogom kísérni a bankba, és bemegyünk ügyet intézni, hiszen miért nem, és hogy akartok, akkor gyertek be ti is nyugodtan, mert mi az, hogy valakit kiküldenek. Már ott jártunk egyébként, hogy majdnem megint bezárták a bankot, mert nem akartunk kijönni, de rájött a fiókvezető, hogy bizony ez most nagyon butaság lenne a részéről, úgyhogy tele van biztonsági őrökkel a bank, tele van rendőrökkel, a rendőröknek szabad kamerázni, azt még megengedték, bár az előbb őket is ki akarták már küldeni, úgyhogy intézzük az ügyeket, majd megvárjuk Ilonkát, mert ugye nem sokára kezdődik egy tárgyalása, lehet, hogy itt most felfüggesztjük a mókát, és elmegyünk Ilonka tárgyalására, ha már így összejöttünk, és ennyien vagyunk. A cél az volt a mai nappal, mint minden nappal, hogy megmutassuk azt, hogy bármit megtehetünk, mert a hatalom a nép. Ezt jó lenne, ha észrevennék az emberek, és nem a politikusok a hatalom, nem a bankok a hatalom, nem az oligarchák a hatalom, hanem mi vagyunk, egyszerű emberek, vidd így körbe a kamerát, akik most kint vagyunk, a Györgyike és a többiek, mi vagyunk azok, akik megmondjuk, hogy mit lehet tenni ebben az országban. Csak végre fogjuk már fel, hogy ez a kezünkben van. Ez még a mostani tákolmányban is benne van, hogy a nép a hatalmát közvetlenül is gyakorolhatja. Most a bankban a közvetlen hatalomgyakorlást folytatjuk. Ezek mind-mind ilyen példák, amit reméljük országosan egyre több helyen fogtok alkalmazni. Hajrá! Na, hajrá! Gyertek, nézzük be, mi a helyzet. Igen? Na, mondjuk.